Vizsgálatot indít Ukrajna a felszabadított Izjumnál felfedezett tömegsír kapcsán. Az Európai Unió diplomáciai vezetője arról tájékoztatott, hogy felelősségre fogják vonni Oroszországot a nemzetközi humanitárius jog megsértése miatt. Vlagyimir Putyin orosz elnök pedig azt közölte, hogy az ukrán ellentámadások ellenére folytatódik az orosz offenzíva a Donyecz medencében. 20 ukrán katona holttestét is megtalálták a Harkiv megyei Izjumban fellelt tömegsírban. A térséget néhány napja szabadították fel az orosz megszállás alól. Az ukrán parlament emberi jogi biztosa szerint ezen kívül több mint 400 polgári lakos holttestét találták meg a tömegsírban. Amikor Izjumot körbekerítették és később az orosz erők elfoglalták, tömeges halálesetekről kaptunk tájékoztatást, miután rakétatalálatok értek egy 5-emeletes lakóházat, mondta a Harkivi régió kormányzója. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök azt közölte, hogy hazai és nemzetközi vizsgálatokat indítanak a tömegsírok ügyében. Zelenszky kizárta, hogy tárgyalásos úton megegyezzenek Oroszországgal. A lehető legrosszabb végeredmény az lenne, ha egyességet kötnénk velük, amiatt a félelem miatt, hogy mit tehetnek a jövőben. Az lenne a harmadik világháború kezdete, mert azt jelezni olyan országoknak, mint Oroszország, hogy elfoglalhatnak területeket és atomfegyverekkel fenyegetőzhetnek. Szerintem semmilyen párbeszédet nem lehet velük kezdeni, jelentette ki az ukrán államfő. Eközben az ukrán hadsereg azt közölte, hogy az ukrán egységek visszaverték az orosz erők támadásait. Az orosz védelmi minisztérium pedig bejelentette, hogy ukrán erők állásai és lőszerraktárak ellen hajtottak végre támadásokat. A területünkön található civil létesítmények ellen kíséreltek meg terror cselekményeket a konfliktus ideje alatt, amire eddig rendkívül visszafogott választ adtunk. De az orosz hadsereg több érzékeny területen hajtott végre támadásokat, amik figyelmeztetések voltak. Ha így folytatódik a helyzet, akkor sokkal komolyabb válaszcsapásokra lehet számítani, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök, aki azzal vádolta meg Kijevet, hogy orosz területeken levő nukleáris létesítmények közelében próbáltak támadásokat végrehajtani.